A diaszpora táblázatosításnak két része van, két programot hirdettünk meg erre az esztendőre. Az egyik a nagy 1000 főt megszólító magyar szervezetekben dolgozó, vagy éppen ott tevékenykedő fiataloknak szól, akik a Rákóczi Szövetség segítségével érkeznek az anyaországba, illetve a Kárpát-medencébe, hiszen a program egyik fő célja az, hogy a fiatalok 7-10 napot töltsenek el a Kárpát-medencében, és ezen időszak alatt Budapesten, Vidékmagyarországon, illetve a határon túl forduljanak meg. Itt cél az, hogy minden régióba eljussanak, azért örülünk annak, hogy a Kárpátaljára is el tudnak látogatni. Van, amikor Kassára, Pozsonyba, Délvidékre, Erdélybe, de Kárpátaljára is utaznak ezek a fiatalok. A másik programunk pedig a Reconnect Hungary program, ahol olyan fiatalokat szólítunk meg Észak-Amerikából, akik harmad vagy negyed generációsok, nem beszélnek már teljesen jól magyarul, de kötődnek a magyar nyelvhez, a magyar kultúrához. Ők két hetet töltenek el itthon Magyarországon. A programnak van egy erdélyi lába is, és tervezzük azt, hogy Kárpátaljára is ki fogjuk terjeszteni ezt a programot. Én azt látom, hogy egyre többen érdeklődnek fiatalok is, a magyar családok ezek programok irányába, úgyhogy örülünk annak, hogy idén is az 1000 főt, szinte az 1000 helyet azonnal be tudtuk tölteni. Több mint 2,5 millió magyar él a diaszporában, az utolsó népszámlálások, hivatalos felmérések szerint nagyon sokan szorosan kötődnek az őseikhez, a magyar földhöz, ahonnan származnak. Azonban az elmúlt időszakban ugye tapasztaljuk azt, hogy különböző internetes platformokon, vagy éppen különböző felületeken sokkal könnyebb a kapcsolatot tartani, de mi azt szeretnénk, hogy helyben ismerkedjenek meg a magyar nyelvvel, kultúrával, az őseik földjével, és ismerjék meg a Kárpát-medence magyar múltját. Ezért célunk az, hogy őket megszólítva hazahozzuk őket, és itt egy 7-10 napot töltsenek el, és magukba szívják ezt a fajta tudást, és ha hazamennek, akkor még mélyebben, még szorosabban kapcsolódjanak az anyaországhoz, és ezt adják át, ezt a fajta tudást a helyi magyar közösségbe. Ez nagyon fontos. Azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt időszakban nagyon jó kapcsolatok alakultak ki egy-egy cserkész közösség vagy iskolák között. Érkezett már hozzánk olyan kérés, éppen Kárpátaljáról, hogy esetlegesen két cserkész csapat, egy kárpátaljai és egy San Franciscó-i cserkész csapat tudják fogadni egymást. Itt főleg a kárpátaljak utazzanak itt San Franciscóba, illetve később majd a San Franciscó-iak Kárpátaljára. Tehát egyre több az ilyen kapcsolat, azt látjuk. Hétvégi iskolák között, Magyarország iskolák között, de ami fontos és amit látunk az, hogy ez a kapcsolatháló már kiterjed arra is, hogy a diaszporából nem csak az anyaországba, hanem kimondottan a külhoni területekkel keresik a kapcsolatot a diaszporában élők. Úgyhogy mi ennek szeretnénk a katalizátorai, kovászai lenni, hogy ezért is rendezünk több olyan programot, ahol tudnak találkozni a diaszporában élők, illetve a Kárpát-medencében a külhonban élő magyarok, fiatalok, vagy éppen hétvégiskolák vezetői.